Hagyományteremtő szándékkal kardvívó tornát rendeztek Sárospatakon, Pünkösdöt megelőző szombaton. Az ötletgazda elmondta nekünk, miért és hogyan kapcsolódik az ünnephez a kardvívás. Végardon 1458-ban volt egy csata. És én ezt amikor először hallottam, akkor elhatároztam, hogy ennek utána járok. Elég sok tény kiderült ezzel kapcsolatban, és ennek a momentumából, vagy mementójából fakadóan próbáltam ezt megszervezni, ugyanis ez a csata, ez pontosan Pünkös szombatján volt. És ezzel a csatával szabadult fel többek közt az egész Felvidék, illetve még ugyanígy Pünkös szombatján nyomtatta Hesse András a legelső magyar könyvet Mátyás király szolgálatában. A rendezvényt Sárospatak önkormányzata is támogatta egy pályázat keretében. Aros János elmondta, örül annak, hogy először Sárospatakon került megrendezésre ez a torna, és bízik benne, hogy lesz folytatása is. Örülök annak, hogy megtaláltuk a lehetőségét, hogy anyagilag is tudjuk támogatni egy pályázat keretén belül, hiszen ahogy Vismek Pisti barátom, amikor az ötletét elmondta nekünk, akkor azonnal arra gondoltam, hogy ennek nem lehet máshol helye, mint Sárospatakon, különös tekintettel a Botkői csata emlékére, és különös tekintettel arra, hogy itt is megvannak a hagyományőrzők, itt is megvan a harcosoknak a hagyománya. Igaz, hogy a kuruckorral kapcsolatban nem éppen ezt a harcmodort szoktuk meg, és ismerjük a legjobban, de hát ennek is megvoltak itt a környék. A nézők érdeklődve figyelték a különleges technikákat és a hazánkban még újdonságnak számító kardvívó tornát. Egyre többen több fiatalt látni, hogy próbálkozik különböző haditornő tornákon a kardvívó tudásával. Igaz, hogy itt első alkalommal a Sárospatakon én is jó magam úgy tudtam meg, hogy a városban egy hölgy közölte velem, hogy mi lesz itt. Hát bízunk benne jövőre, hogy máskor, amikor lesz, többen lesznek, nagyobb érdeklődés fogja őket fogadni. A verseny a harmadik és a második helyezettnek pénzbeli díjazással járt. A torna nyertese pedig magáinak tudhatott egy fekete vívókardot, amelyet Regenyei Péter kardkészítő külön erre a tornára készített és ajánlott fel a győztesnek.